Jöjjön a színpadra José de Souza, majd a korábbi világbajnok Rob Cross. Reigning Grand Slam champion, that is the special one, José de Souza. Gentlemen, the former European champion, the winner of the World Match Play, and the former champion of the world, Voltage, Rob José de Souza első Premier League mérkőzése következik tehát, de nem kell nagyon messzire menni ahhoz a múltban, hogy olyan végső győztest keressünk, akinek az első éve volt a Premier League-ben, lásd tavaly Glenn Durant, egészen villámkarrier egyébként, bár már akkor tudtuk egy Durantről, amikor még a BDO-ban nyeregette a világbajnokságokat, hogyha átjönne a PDC-be, akkor is megállná a helyét, hát megállta, és átjött José de Souza is, és ahogyan mondtad, nem is olyan régen még egészen távol volt attól, hogy nemhogy ilyen szinten játszon, hanem hogy ilyen játékosokat közelről figyelhessen. Most pedig itt van a Premier League-ben, és egyáltalán nem lehet és nem is kell lebecsülni, és mi is pont azt pedzegettük, hogy ebben a pillanatban jobb játékosnak tűnik, de mindenképpen jobb formában lévő játékosnak tűnik, mint Rob Cross. Ha össze kell hasonlítani a két újoncot, bár te már ezt nagyjából érintettel is elmondtad, de Souzát és Van den Berget, akkor egyértelműen de Souza az, aki inkább kiharcolta azt, hogy itt lehessen? Hú, ez nagyon nehéz kérdés, mert azért mondjuk például egy World Match Play-t megnyerni, amit ugye Van den Bergnek sikerült, azért az sem kutya teljesítmény. És mondom, itt az a probléma, hogy ugye Van den Bergnek beárnyékolja a mostani formáját, meg a teljesítményét az, hogy ugye volt ez a elég komoly térdsérülése, ráadásul ez azért ugye eléggé zavarja az embert, főleg, ha egy ilyen óriási lábgéppel kell mászkálnia, és de én azt gondolom, hogy egyikük sem, tehát itt azért, aki benn van a tízben, nem lehet azt mondani egyikre se, hogy érdemtelenül van itt. Maximum azt lehet vitatni, hogy nem-e volt nála a jobb, vagy rá érdemesebb, ugye, mint ahogy most ezt sokan megtették James Wade, Dave Chisnall, vagy Michael Smith nevének említésével. De való igaz, hogy lehetett volna mondjuk egy Ratajski is, aki már tényleg bent van az élmezőnyben stabilan, sokkal stabilabban, mint mondjuk egy de Souza, de de Souza megnyert egy major tornát, és ez mindenképpen egy óriási teljesítmény, és hát ne felejtsük el, hogy az is egy óriási piac a PDC-nek, ugye az a mediterrán vidék, és ezeket sosem szabad ezeknél a versenysorozatoknál, meghívásosoknál háttérbe szorítani. 180! És saját magamat is csapdába vezetem azzal egyébként, hogy csak két újoncról beszélek, hiszen nem kettő újonc van, de Johnny Clayton meg annyira kiemelkedik ebből a trióból az elmúlt hónapok, az elmúlt egy-két év alapján, hogy gyakorlatilag úgy tekint rá az ember, mintha évek óta tagja lenne a szűk elitnek. Igen, ő nála is látványos javulást okozott a World Cup of Darts-nak a megnyerés, ugye Gervin Price oldalán azóta szárnyal az ember. Régen is nagyon jó játékosnak tartottam egyébként, voltak olyan meccsei, hogy csak az embernek az állát tényleg alig győzte felszedni a földről, de aztán meg voltak nagyon gyenge produktumok, most ez azért egy kicsit kiiktatódott a teljesítményéből, és egészen magabiztosan játszik mostanában már. Na nézzük a... Bulkel Crossnak. Hát meg is van! Ez egy 0 Rob Cross-nak. Ő vezet. Közben jött egy kérdés, valószínűleg később csatlakozott be a közvetítésbe Máté Attila, hogy miért lépett vissza Price. Nem lépett vissza, hanem kizárták, mert pozitív lett a koronavírus tesztje. Ennyire egyszerű a helyzet. Sajnos. 140. Ez
fölötte van az első. Azt nem tudom egyébként, hogy erre a PDC-nek volt egy alapterve, egy alap pótrangsora, hogyha valaki visszalép, vagy valaki nem tud indulni a koronavírus miatt, vagy jött ez a pozitív tesztről szóló hír, és azonnal kerestek valakit, hogy ki lenne a legmegfelelőbb. Nem tudom, ezzel kapcsolatban van-e infód? Nincsen konkrét információm, de tökéletesen biztos vagyok benne, hogy legalább két vagy három versenyző rajtra készen állt, összecsomagolva arra, hogy esetleg szólni fognak, hogyha valakinek a tesztje pozitív lesz. Ez annyira benne van most a pakliba, nagyon sok ilyen versenynél. Ugye mindenhonnan jönnek játékosok, szanaszét vannak, itt nem az van, mint egy csapatnál, hogy mindenki együtt mozog, mindenki máshonnan jön, más környezetből, és sajnos benne van a pakliba, hogy valaki összeszedjen ezt a sokunknak tényleg most már az életét megkesítő, és sokakat sajnos tényleg elveszítő, tehát borzasztó járvány ez tényleg így az egész világban. És hát szerintem biztos, hogy föl voltak készülve két-három tartalékkal, mert ezt enélkül nem is szabad neki menni. Annyira profi a PDC-nek a vezetése, hogy kizártnak tartom, hogy mondjuk James Wade nem volt összerámolva előre. 72 ponton van Souza. Érkezett közben egy kérdés, hogy miért ennyire zöld minden a színpadon. Hát ezt megmerem kockáztatni, hogy a névadó szponzor miatt. 101-re jött Lecross, nem találta a dupla 18-at Souza, most már viszont ott kell maradnia. Ugyanez kell, Espinelnek összejött. De Souzának is összejött! Mindenit. Csak nem látta, Russ Bray nem látta rendesen, hogy benne van-e. Hát az ott elég egy csomóban van, és a két bent lévő nyíl már így szépen be is támasztott neki, hogy a harmadikat behúzza. Nagyon szépen odapakolta. Megvan a tripla 19, kétszer is. 134. Fölötte az első. Igen, közben Dani írta, hogy Clayton nem újonc, de igen, ezért is gyorsan korrigáltam magam, nehogy esetleg úgy lehessen érteni, hogy csak De Souza és Vandenberg az újonc. 41. Százas. Ez most egy eléggé visszafogott leg. Ott van a 140 Rob Crossnak. Gyenge volt, most jött egy tripla egy a végén, de Souzától nem tud lejönni kiszállóra sem. Az 57 megvan. 70 pontnál tartunk, tripla 18. Az 4-es lett, 66 a maradék. Igen, pont Medi írja nekem egyébként, hogy azért azt se felejtsük már el, hogy a UK Open győztese James Wade, tehát a legutolsó tévés tornát, amit itt ugye nagy televíziós tornát játszott a PDC-ben a mezőny, azt ugye azért neki sikerült behúznia, úgyhogy abszolút tényleg egy nagyon jó formában lévő játékost hoztak ide, és bedobja rossz a kerekítés után, és érvényesíti a kezdését. Jól kezd most De Souza. A második már nem az. Aztán a harmadikat is visszaélyezte a tripla 20-ba, 140. Hát ugye nekik még nincs olyan, nem tudom, az egymás ellen, itt mondtad már? Nem. Nincs olyan nagy múltjuk, még kétszer találkoztak eddig, mind a kettő találkozás 2019 elején történt. Az első, vagy a második találkozójuk az majdnem napra pontosan két éve, 2019 április 6-án. Barnsley-ban volt
Players Championship találkozó, mind a kettő meccs, és hát Rob Cross nyerte az elsőt 6-4-re, a második meccset pedig José nyerte 6-2-re, úgyhogy 1-1-re állnak. Eddig ennyi a... ezt a mérleget tudja most valamelyikük elbillenteni a maga javára, vagy beszúrni egy X-et, mert ugye itt az is lehet ritka alkalmak egyike. Ez most jó leg. 240 után egy 121 pontos, de Szózától lehet belőle egy 4 körös. Akár 11 nyilas is. Nagyon jól játszik a portugál. De hát Rob Cross sem rossz, mert ő is 100 fölötti átlagon ezen a meccsen. 11 nyilas nem lesz, 12 még lehet, ha dupla-duplára megy, már pedig arra ment. Ez így 5 körös lesz legjobb esetben. Eddig még nem hibáztak duplára, kiszállóra dobott nyilat, tehát mind a ketten 100%. Úgyhogy azért itt komoly teljesítmény nyújtanak mind a ketten. 108 pontja maradt Crossnak. Ötödik kör következik most. De Szózának 13 nyilas lehet, meg is mondja. Továbbra sincs hiba a duplára. Bizonyám. Kettőből kettő mindkettőjüknél a duplán. És akkor itt most érdemes nézni a köröget. 101,6 Rob Cross körátlaga és 99,52, de Szóza teljesen fej-fej mellett. Nincs még ugye break leg. Ez most egy tényleg döntetlen szagú meccs eddig, de hát itt még bármi történhet valóban. Százas, holnap egyébként De Souza majd Andersonnal, Cross pedig James Wade-del játszik. Százas 40 Cross-tól. Mindenki egyelőre nagyon magabiztos a saját játékaiban. Most viszont De Souza csinálhat valamit. 180! Igen, ez most hozhat egy meg törést ebben a sorozatban, hogy mindenki hozza a saját legjét, mert most egy nagyon nagyot dobott oda a portugál, amire csak egy 99 a válasz. Előbb lehet kiszállón De Souza. Levált. Ötvenhét is jó. Mármint arra, hogy legalább lejöjjön kiszállóra. Igen, de most visszaveheti Cross a lehetőséget, így azért nehéz lesz. Kéne az a tripla nagyon, de nem abból. Ez most megint egy kicsit idézi a korábbi Rob Cross-t. Ez a leg. Sok a hiba. Nem tud viszont nagyot ugrani, igen, de Szóza ezért is kémleli az eget, vagy a plafont. Akár kulcsleg is lehet ez, nem azért, mert ez a legjobb, hanem mert szenvednek mind a ketten. 57. 169-ről sem tud lejönni 100 alá Cross. Az 25-ös? Igen. Jó, az 80, ugye... Ha most dobna egy 50-est, akkor ugye, de nem, inkább a 42 dupla 20-ra ment rá, és 50 marad. És nagyon eltopogják ennek a legnek a végét. Apró lépésekkel mennek a kiszálló felé. Nem és ne sem lesz cipla. Nem, elképesztő. Viszont még mindig nem rontottak duplára, igaz? Ehhez az is kell, hogy itt játszogatnak 5 perc, és még nem dobtak rá. Igen. Majd most meglátjuk, hogy ront-e. De Szóza... Ront. Igen. Sőt, és még kettőt egyet. Is. Ebben a legben valahogy benne van az, hogy most rontják-e mind a ketten a 100%-ot. A duplán, a Rob Cross-nak marad-e ez a mutató? Most nagyon szokásos kiállás és kéztörölgetés, megfontolt beállás elrontja az elsőt mellé. És a második belül mind a ketten gyakorlatilag indigóval, csak az a rossz hír Cross számára, hogy a következő legben azért már hátsó pályán fog játszani. Úgyhogy ez neki nagyon kéne. A negyedik nyíla jó a duplára, de Szózának.
mondja ott a magáét saját magának Rob Cross, hiszen most ezt elvesztette a saját játékát. Hát 7 kör nem volt elég, hogy befejezzen egy 501-et, az ezen a szinten azért nem jó. Jött közben kérdés, hogy melyik mérkőzést tartjátok a mai kínálatban a legpikánsabbnak. Hát én inkább a legjobban vártnak egyértelműen a következőt, Peter Wright és Johnny Clayton között. Igen, abszolút az ígérkezik talán a slágermeccsnek, de azért a Fangerven-Vandenberg meccs is jó lehet. Csak még nem tudom, megmondom őszintén, nem látom, hogy milyen formában van Vandenberg, nagyon nehéz jósolni. Ha tudja a tudását, akkor hát Fangervennél már a Yuki Open-en láttam olyan jeleket. Igen, csak ugye a Yuki Open óta nem játszott, igen, lemondta a következő négyversenyt. Így van, így van. Családozott egy picit, kihasználta ezt a lehetőséget. 180! Ez kell most hátsó pályára Crossnak. Dolgozik rajta Cross, a második neki a mérkőzésen. Összesen 380 volt eddig. Szektorhiba. Igen, nagyon elment a hetesbe, így 84 pont. Crossnak itt a lehetőség hátsó pályáról. Vissza, rögtön visszabrékelni. De ahhoz kéne a tripla, megvan. Marad a 164 pont. Szektorhibával kezd a portugál. Az meg csak egy sima 20-as, így nem lesz kiszálló sem belőle, de nem 45. Áll. Ez most hiba a portugáltól. Úgyhogy lehet, hogy egy ilyen kinkeservesen megszerzett brékleg után gyorsan vissza is. Ott kell maradni gyönyörűen a 36-ra. Cross. Most ő tűnik az összeszedettebbnek, de tényleg itt nüanszok döntenek, és ugye ezek a Premier League meccsek, ezek rövid meccsek. Nem nagyon van idő a javítgatásra. Újabb szektor, vagy tripla szektor nélküli kör. A 36 az nagyon kedvelt nála. Be is bizonyítja. A második nyíl. Megérkezik Rob Cross-tól. Egy 14 nyilas brékleg, ez azért egy egészen más minőségű brékleg volt, mint az előző 20 nyilas. 12 nyilas. 177! 17 nyilas és 14 nyilas van most Rob Cross neve mellett, míg De Souza 15-13 és egy 20 nyil. Tripla 20-szal kezd De Souza is, a második ott is az. Ott van. 140, így nincs teljes 9-es, de egy pályán még ott van a lehetőség. Na gyerünk, Robi! Az nagyon alá. Neki sincs egyébként tévés 9 nyilasa. 9 nyilasai vannak, de televíziós nincsen. Ellentétben mondja De Souzával. 59. Tavaly a European Championship-en októberben dobta Jeffrey de Zwaan ellen. Gyönyörű volt a leváltás. 134, nagyon jó most Cross, vagy legalábbis sokkal jobb, mint De Souza. Gyorsan összekapja magát. Keresi még a harmadik nyílnek a helyet, meg is találja, 145. Le tud jönni kiszállóra, De Souza. Így már nem lesz kiszállója Crossnak. Kell a tripla 20, hogy egy nyílra maradjon. Így viszont lerakja magát 40-re gyönyörűen. Ki kell szállni a De Souzának, hogyha újabb brékleget akar teljesíteni. Ott az első tripla, jó, tripla 19. Az alá. Rámegy a duplára, 40-re maradni, igen. Igen. Na vajon jön-e most a dupla Crossnak? Dupla 10. Azért fontos, mert most már közeledik a mérkőzésnek az a szakasza, ahol be is dobja az utolsóval. Megfordítja Cross, az imént még 3-2 volt De Souzának. Egymás után megnyert kettőleget a korábbi világbajnok. 15 nyilast hozott első pályáról, szinte kötelező.
Most kicsit talán megvan ütve De Souza, nem nagyon, még nem tényfereg, maradva a box hasonlatnál, de maga biztosabb cross. Kérdezik tőlünk, hogy van-e melegítési lehetőség a játékosoknak, vagy csak 9 nyílukkal bemelegíteni. Természetesen van, több órával előtte meg is kell érkezniük, egyrészt a teszt miatt, ugye azt még a szállodában megcsinálták, de a helyszíre is megérkeznek. Nagyon gyors akklimatizálódás, és utána több órájuk van, de mindenki igazából saját maga dönti, hogy mennyit szeretne melegíteni. Úgyhogy úgy is vannak kialakítva a melegítőhelységek, hogy az éppen aktuális mérkőzésre, aki melegít, illetve akik csak úgy megpróbálják a melegítési folyamatukat végrehajtani, úgyhogy nem csak azt a 9 nyilat dobják el, hanem 180! Nagyon sokat. És ha minden igaz, ez személyenként mondjuk változik, hogy kinek mennyire van szüksége, és feltételezem én, hogy mindenkinek megvan az a fix belőtt időpontja. 180! Az például tudsz arról, hogy mondjuk kinek van a legtöbb időre szüksége a sztárok közül, aki mondjuk oda megy, nem tudom, 4 órával előtte, hogy dobáljon? Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon figyeltem én ezt meg, hogy kinek van a legnagyobb igénye erre. Azért alapvetően egyébként a legtöbben a rendelkezésükre álló időt kihasználják. Ha nem is végig dobják, de magát azt a folyamatot, amit alapvetően a bemelegítésre mindenki kitalál magának, mert egyébként van egy folyamat, amit végig dobnak általában. Azt azért mindenki próbálja végrehajtani. Aztán, hogy mellette mennyit témfeleg ott jobbra-balra, az egy más kérdés, meg hogy mennyit engednek nekik most, mert ugye azért régen, amikor ez nyitottabb volt, akkor jöttek-mentek mindenfelé. Bajba kerülhet közben, de Souza így nem fog, mert jó néhány nyilat most eldobált a duplára. 80 pontra maradt cross. A 16-ot meg kell oldania a portugálnak. Meg is oldja, 4-4. Nagyon óvatosan, kis léptekkel haladunk a 6-6 felé. Egy tripla jött, 96-os. Fölötte az első, a második már jó, a harmadik is fölötte, százas. Ez most egy olyan leg lenne De Souza számára, amikor megint hátsó pályáról akár bajt okozhat crossnak, ez most kellene mondjuk egy 180. Most jött itt egy kérdés egyébként, hogy hogyha Rasbrate-nak a hangját ugye imádják az emberek, a következő 180-t engedjük el. Elengedjük. Ha lesz még. No, 208 ponton van cross. Na itt volt. Ez már az volt. Nem kellett sokat várni rá, és ráadásul elég jó helyzetbe került José de Souza ezzel a 180-nal ebben a legben, és most aztán már tényleg nagyon-nagyon fontos minden leg itt a végjáték felé. 14-ből tripla lett, dupla 11. Bizonyám. De picikén múlott az, hogy ne vezessen 5-4-re. Break előnyben ráadásul. Most viszont ettől függetlenül, hogy 22 pontja van De Souzának, az a 108, az megoldandó, így nem. Egyáltalán nincs, igen. 16-os, marad a 32. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt... Ha ezt most elviszi De Souza, akkor kiengedi már a meccset a kezéből. De hát ahhoz még meg kell dobni azt a dupla 11-et. Az meg is van a második nyillal. 14 nyilas break leg José de Souzától. És másodjára vezet, másodjára van break előnye.
még segített az első nyílnak a tolla. Az egyik kedves néző írja, ez valószínűleg nekem elkerült a figyelmet, akkor elnézést, hogy írták a PDC honlapján, hogy Véd már eleve ott volt tartalékként, pont erre felkészülve, hogyha valakinek pozitív lesz, úgyhogy akkor itt a válaszra. Nekem ez egyébként annyira fura, hogy felhívják Wade-et, figyelj már James, ide kéne jönnöd tartaléknak, hogyha valaki pozitív. Jó, persze megyek, ott leszek. Pont őt, igen. Tehát, hogy nekem van egy picit életidegen, igen, de, igen. De ha hát ez van, akkor ez van. Lehet, hogy adtak neki valami... Aprót? Hát valami pénzt erre, igen. Tehát ez nem, egyáltalán nem kizárt, hogy adtak volna, bocsánat, inkább úgy mondom. Ami ugye nem a hivatos pénzdíj listán van, de... Így viszont, nyilván ezt honorálni illik. Így viszont van tuti 30 ezer fontja. 180! Hiszen a tizedik helyezett 30 ezer fontot kap. Alá dobálja most a tripláknak, Rossz meg egy jön fölé, 58. Most megint elkezdett úgy dobni, ami egyáltalán nem vetíti előre, hogy itt vissza tudjon jönni. Főleg így, José de Souza. 180! Parádés játék a portugáltól, most nagyon meghúzza ezt a végjátékot. És az meg nem nagyon van benne, hogyha ezt most megoldja de Souza, akkor egymás után hármat elveszít. Itt a kettő, bocsánat. Igen. Meg is van a tripla 17, dupla 8. Elsőre nincs meg, második nyíl. Azt se dobja be, de hát a bravúr lenne a 152 Rob Cross-tól. Három olyan köre is volt ebben a legben Cross-nak. Az addig rendben van. Nem volt tripla, de most itt egy tripla van csak, illetve kettő, de nincs kiszálló. 12-re maradt. Rosszkor jött neki az a második tripla, inkább a második nyillal kellett volna. Dupla kettő. Dupla kettő. Az benne már megoldja, Portugál is pont nélkül nem megy haza a szállodába, az már biztos. Az első versenynapról kérdés, hogy egyel vagy kettővel. Elkapta a pontos labdát. 140 Cross első köre. Nagyon feljavult José de Souza első 9 nyila és átlaga 111 pont. Rob Cross sem volt rossz egyébként 103,7-tel. Még mindig magasabb egyébként Rob Cross kör átlaga. 180! Hát ezért... A 9. 180, mondjuk ha valamelyik meccsen kellett várni, hogy lehetett volna várni. A harmadik üvegvíz is lassan el fog fogyni. Már eleve hármat raktak neki oda, de Souzának kettő van odarakva. Rob Cross-nak kapásból három, de már a harmadikból is alig van. Már csak másfél leg van. Vagy ki tudja. De elveszi de Souza asztaláról. Rossznak nem is sörhasa van egyébként, hanem vízhasa van szerintem. De volt már ennél nagyobb is. Igen. De most egy picit vissza... kisebb is. Igen, most bizony. Egy kicsit visszaszedett. Egy 57-es, itt megint elaprózza egy picit, úgy tűnik. Ilyen kicsit hullámzó játék van, és eddig azzal vezet talán de Souza, hogy neki kevesebb hullámvölgye van. 16-os. Jó, és azt a dupla. Mindenit. Dupla 8. Nem találja el a dupla 8-at. Nem volt kiszállón de Souza, ezért ment rá erre a variációra. 18-asra kezdett de Souza. 98, marad a 100. Be
benne van, 6-5. Na és hát, akkor itt a döntő leg, abból a szempontból, hogy Rob Crossnak is lesz-e egy pontja, vagy pedig mind a kettőt elviszi De Souza. Az utolsó leg tehát. Le fog váltani, nem? 140, bevarázsolta a harmadikat is. Itt már minden egyes nyílnak jelentősége lesz. Ott a tripla. Le fog váltani? Le bizony, csak 99. Azonnal megy le a 19-esre, De Souza is. Lehet, hogy onnan meg a 18-asra fog. Nem vissza a 20-asra, 58. No! Egy lehetőség Rossznak. Ez most az, abszolút. Vajon tud-e élni vele Rob Cross? Ott jön egy tripla lent. Meg és még egy 134. Bizony. A nyomás most De Souzán van. Ő kezdett, igaz a hátránya csak 34 pont. Nem tud triplát dobni most. Egy jön, 100. Tudja, hogy most mi a tét, Cross. 180! Igen, jókor dobta ezt a 180-at. És most ő neki van 580, de Souzának 4. Vagy a 6, bocsánat, Rob Crossnak 6, de Souzának 4. És ez meg csak egy 60-as. Kiszállónak kiszálló. Nagyon magasra hagyta magát, igen. 88, Rob Cross. Kell a tripla, vagy pedig búra marad a végén. 18-as. Tripla 18, vagy sima 18. Sima, bull. És a bull rá kell dobni, hiszen kiszállón az ellenfél. És benne van! Kiegyenlít Rob Cross, megnyerte egymás után ezt a kettőt, és a játék képe alapján ez így egy fair eredménynek tűnik, meg ránézve Crossra, ránézve De Souzára, ők is ezt gondolhatják. Igen, szerintem ahogy ment a mérkőzés, azért ez talán a legigazságosabb eredmény, de most kellett ehhez az, hogy azért Rob Cross a végén extrát dobjon. Jó kis meccs volt. És remélhetőleg még jobb következik, hiszen talán nem túlzás azt mondani, hogy Johnny Clayton pillanatnyilag a legjobb formában lévő darts játékos a világon, az ellenfele pedig nem más lesz, mint a tavalyi világbajnok Peter Wright, úgyhogy velük folytatjuk hamarosan.